Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S plusz C Studio Kft. Szexárd. www.splusc.studio.hu. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Gázrobbanás Bonyhádon. Egy apa sérült meg a detonációban. Pénzügyi bizottság. Több millió forinttal nőtt a szexárdi intézmények támogatási igénye. Madárinfluenza. Egyre nagyobb károkat okoznak a nemzetközi tiltások. Projektzárók, közel 200 programot valósítottak meg Zombán. Gázrobbanás történt Bonyhádon a dr. Kolta László utcában található egyik társasház első emeletén. A robbanáskor egy lány és az apja voltak a lakásban. Az apát könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. Kitört nyílászáró, üvegszilánkok a földön. A csütörtökön történt gázrobbanás nyomai láthatóak mindenhol. Látszik, hogy a bonyhádi dr. Kolta László utcában található társasház egyik lakásának az ablaka teljesen tönkrement a hatalmas detonáció miatt. A robbanást szivárgó gáz okozta, írt a közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A robbanáskor egy lány és az apja voltak a lakásban. Az apát könnyebb sérülésekkel azonnal kórházba szállították, úgy tudjuk, nincs komolyabb sérülése. Lánya nem sérült meg. A társasház közös képviselője órák óta a helyszínen volt. Nem akarta, hogy az arcát megmutassuk, de pár szóban elmondta, hogy mi történt. Gázrobbanás volt a dr. Kolta 33 per a társasházban, az egyik lakásban. Szerencsére a gázpalack nem robbant fel, csak a gázpalackból kiszivárgó gáz okozott egy hatalmas robbanást. Nagyon sok szilánk és tehát nagyon sok ablak ment tönkre, nyílászárók, belső fal kicsit megrepett. Úgyhogy lakhatatlan jelen pillanatban a lakás. A helyszínre bonyhádi hivatásos és önkéntes tűzoltók is érkeztek. Az egységek áramtalanították az épületet. A helyszínre statikus is érkezett felmérni a károkat. Ott tartózkodásunkig még helyszíneltek a hatóságok emberei. Láncfűrészeket lopott egy attal a melletti tanyáról egy 35 éves döbrököközi férfi. A gépeket éjszaka vitte el, miután betört a tanyával egybeépített tárolóhelyiségbe. A tulajdonos csak reggel vette észre, hogy eltűntek az eszközei. A rendőrök hamar megtalálták azokat, annak ellenére is, hogy a tolvaj időközben mindet eladta. A láncfűrészek azóta már visszakerültek az eredeti gazdájukhoz. Több millió forinttal több pénzt kér az önkormányzattól a Szekszárdi Sportközpont és a város rendezvényeit szervező Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Feladataik ellátásához, mint tavaly. A város pénzügyi bizottsága azonban nem hozott döntést, mert úgy látták az eléjük tárt anyagokból, nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mire kérik ezt az összeget. A közgyűlés dönt majd az ügyükben. Februártól a Hungaszt cégcsoport által ellátott intézményekben a dolgozói étkezés árát bruttó 450 forintról 500 forintra módosította. Ez a szekszárdi intézményeket és azok munkavállalóit is érinti. Szekszárd Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága nem támogatta az emelést. Most a pénzügyi bizottság is napirendjére tűzte a javaslatot. Valójában ez nem egy akkora összeg, 500 forintot kifizetni egy ebédért, ha valaki elmegy egy étterembe egy menüt enni, nagyon ritkán kapja meg 500 forintot, szerintem nem is kapja meg, egy 1000 forint környékén van egy menü a városban, én úgy tudom. Úgyhogy ezt is tárgyalásra javasolt a közgyűlésnek, közgyűlés döntse el. A bizottság több intézmény támogatási kérelmét is tárgyalta az ülésen. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Tavaly 249 millió forintot kért az önkormányzattól a feladatai ellátásához, a városi rendezvények lebonyolításához. Idén pedig 261 millió forintot igényelne ugyanerre a célra. Ám a pénzügyi bizottság elé tárt anyagból nem derült ki egyértelműen, hogy pontosan mire kéri ezt az összeget. Ezért a bizottság tárgyalásra javasolta a közgyűlésnek.
lesznek. Ahogy a Szekszárdi Sportközpont támogatási kérelméről sem tudott döntést hozni a bizottság, az adatokból annyi látszik, hogy tavaly 154 millió forint volt az önkormányzati hozzájárulás összege, ami idén 262 millió forintra nőne. Ott se tudtuk eldönteni, hogy ez a növekedett támogatási igény valóban mire elég és mire alapozott. A város pénzügyi bizottsága továbbá elfogadta a Garai Élménypince üzemeltetésének költségeiről szóló beszámolóját. Ez alapján az Élménypince tavaly 11 millió forint veszteséget termelt. Ladányi Roland, az Élménypincét üzemeltető Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. Ügyvezető igazgató helyettese a bizottsági ülésen azt mondta, évi 40-50 millió forint bevételt tudtak eddig elérni, amit szerinte nem tudnak tovább növelni, a kiadásaik viszont folyamatosan emelkedtek, ezért termelődött a veszteség. Szekszárd közgyűlése tavaly decemberben döntött arról, hogy az Élménypincét bérbe kívánja adni egy önkormányzati cégnek. Az ügyvezető igazgató helyettes azt mondta, ezzel a lépéssel csökkenthetővé válna az Élménypince vesztesége. Csak az alföldi és az észak-magyarországi régiókban alacsonyabbak a fizikai munkások fizetései, mint Tolna megyében és a Dél-Dunántúlon. Az országnak ezen a részén átlagosan bruttó 1000-1200 forintot keres egy fizikai munkás. A Dunántúl gazdaságilag fejlettebb régióiban a bruttó bérek 1400-1500 forint között mozognak, míg Közép-Magyarországon már az 1600 forintot is elérik. Egyre nagyobb károkat okoz a hazai baromfi tenyésztőknek, hogy 10 ország megtiltotta a Magyarországról származó baromfi és vízi szárnyas hús importját. Legutóbb Kína rendelt el teljes embargót a hazai szárnyas húsokkal kapcsolatban, amíg egy-egy állam feloldja a tiltást, akár évekig is eltarthat. Már 10 ország köztük Kína és Izrael is jelezte, hogy ideiglenesen megtiltja a Magyarországról érkező baromfi és vízi szárnyas importját, miután január elején két hazai tenyésztelepen is kimutatták a madárinfluenza jelenlétét. A magyar hatóságok azonnal megtették a szükséges lépéseket, elkezdték leülni az állatokat és védőkörzeteket jelöltek ki a telepek körül. Tolna megyét szerencsénkre még nem érte el a madárinfluenza vírus, de ez napról napra változhat. Tudni érdemes, hogy a madárinfluenzát a vándormadarak terjesztik, és költözéskor van inkább előfordulása ennek a megbetegedésnek. A madárinfluenza ennek ellenére is komoly károkat okoz a tenyésztőknek és a hazai gazdaságnak is. A kínai export ugyan nem jelentős, ám a többi 9 állam tiltása milliárdos kiesést jelent az évente 620 milliárdos bevételt termelő ágazatnak, mondja a baromfi terméktanács elnöke. A többi kereskedelmi korlátozás, értem itt ezzel a Dél-Koreát, Japánt, illetve más térséget, más országait, például Egyesült Arab Emirátusok, ezek már érezhető veszteségeket fognak okozni egyes vállalkozásoknál. A szakember azt mondja, hónapokig vagy akár évekig is eltarthat, amíg a tiltást elrendelő országok újra engedélyezik a magyar baromfi és vízi szárnyas bevitelét, csak egy-egy több százezeres állomány leülése és a szükséges higiéniai intézkedések elvégzése heteket vesz igénybe. Ezt követően pedig országonként eltérő módon kezdeményezik az ország auditációját. Van olyan ország, aki automatikusan megadja, amikor látja, hogy Magyarország mentes bizonyos ideig, és van olyan ország, ahol bizony üzemi auditokat is elrendelnek, abban az esetben, hogyha biztosak akarnak lenni, hogy valóban nincs jelen a fertőző betegség Magyarországon. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a madarakkal való érintkezés előtt és után érdemes alaposan kezet mosni. A gazdáknak ezen kívül érdemes odafigyelniük arra, hogy a szárnyasokat és a takarmányukat is zárt helyen tartsák, az újonnan vásárolt állatokat pedig érdemes elkülöníteni a már meglevőktől. Fiatalításra érett meg Bátaszék gesztenye fasora. A helyi képviselőtestület döntése értelmében megvizsgálják, hogy mit lehet tenni az ügyben. A napokban már sor került egy balesetveszélyessé vált fa kivágására. Megvizsgáljuk egy úgynevezett fadiagnosztikai eszköz segítségével az összes gesztenyefát, hogy milyen állapotban vannak. Amennyiben a szakértő vélemények alátámasztják, hogy hála jó Istennek életképesek, és még egy 60-70 évet kibírnak, akkor természetesen megpróbáljuk őket továbbiakban is életben tartani. Viszont ha indokolt, akkor úgy döntött a képviselőtestület, hogy az élet és baleset veszély megakadályozás érdekében ezeknek a kivágását nagyon rövid időn belül el kell majd végezni.
25 millió forint állami támogatásból közel 200 olyan programot valósítottak meg Zombán, amik az óvodások és az iskolások nevelését szolgálták. A két év alatt megvalósult események beszámolóját és egyben értékelőjét a helyi általános iskolában tartották meg. A szabadidő aktív eltöltését és a közművelődés szolgáló közel 200 programot valósítottak meg az elmúlt két évben Zombán. A programok nagy része az iskolásoknak szólt. Ilyen volt például az informatikai szakkör, ahol 4,5 éven keresztül a diákok az internet felelősségteljes és etikus használatát tanulták meg. A legnagyobb lélegzetű programunk a témanapok voltak, amelyek a pályázati terveink szerint sportnapok keretében valósultak meg. Ehhez 5 partneriskola, a miénken kívül 4 partneriskola felkérésére került sor. A Bogyisztói Általános Iskola, az Aparanti Általános Iskola, a Tengerlici Tagiskola, a Felsőnálnai Tagiskola és a Zombai Általános Iskola. Fél évente 3 sportnap keretén belül találkoztak különböző helyszíneken a diákok a 4,5 év alatt, így összesen 12 alkalommal. A sportnapoknak célja az volt, hogy az olimpiai sportágakat népszerűsítse, sportbarátságokat ápoljanak a környező településekkel, és a sportolás megkedveltetése a fiatalokkal. A projekt záron Zomba polgármestere a kerékpáros tábort emelte ki, hiszen itt a sportolás, biciklizés mellett olyan élményekkel gazdagodtak a résztvevő gyerekek, ami egész életükre szól. Hozzátette, Zombán 16 évig voltak táborok, viszont 2 év kimaradt, mivel a szülők már nem tudták megfizetni a gyerekek táboroztatási költségeit. Erre megoldást nyújtott a pályázat, amelynek beszámolójára nem csak a résztvevőket és szakmai vezetőket hívták meg. Hívtunk meg olyanokat, akik tehát szülők, illetve olyan prominens személyek a településen, hogy lássák, hogy az önkormányzat, igaz, hogy most már nem önkormányzati fenntartás alatt van egy iskola, de akkor is odafigyelünk, hiszen egy ilyen településnek legfontosabb dolog, hogy megőrizze a fiatalságát, hiszen a jövőt a fiatalokra kell építeni, vagy tudjuk építeni. Tehát nagyon sok mindent próbálunk így adni. 25 millió forint állami támogatásból közel 200 olyan programot valósítottak meg Zombán, ami az óvodások és az iskolások köznevelését szolgálta. Az év tisztje címet vehetett át Szendi Zoltán Szabolcs, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője, Góra Zoltántól, az országos katasztrófavédelmi főigazgatótól. Az elismerés átadására Budapesten a katasztrófavédők országos évértékelő állománygyűlésén került sor. A Tolna megyei alezredes iparbiztonsági kategóriában vehette át a legmagasabb szintű szakmai elismerést. Hazai pályán 79-75-re legyőzte az atomerőmű KSC Szekszárd a spanyol Guernica gárdáját szerdán. A hazai pályán szerzett győzelem viszont már nem volt elég ahhoz, hogy a szekszárdi csapat ledolgozza a 18 pontos hátrányát, ezért a győzelem ellenére is kiestek az Európa kupából. Ott folytatta azon a magas szinten a KSC Szekszárd a játékot, ahogy pár nappal a Sopron elleni nagy rangadón abbahagyta. Üste hajtotta, hibázással késztette a spanyol tabella második Guernicát az Európa Kupa 8-at döntőinek visszavágó mérkőzésen. Uralta is a csapat a palánk alatti területet, a McCall Klinis kettősnek nem volt alternatívája a spanyoloknál magas posztokon, és kisebb fajta csodával ért fel, hogy a második negyed közepére már ledolgozták a fehérmezesek a Spanyolországban az első mérkőzésen összeszedett 18 pontos hátrányukat. Jól kezdtünk, utána ők beálltak a zónában, és azóta megálltunk, és nem találtunk a mi játékukat. Nem találok szavakat, amíg tudok megmagyarázni ezt, amit történt a pályán. A harmadik negyedbe, leütve ezzel bizony a közönséget, a spanyolok teljesen rá tudták kényszeríteni akaratukat ellenfelükre. 3 a csapatot mozgató kisember, Bitvik, Vojta, Milic olyan sebességgel kezdett el játszani, és a távoli dobóhelyzeteiket megint több mint 60%-osan értékesíteni, ami káprázat nem lehetett és nem is volt válasza erre a KSC-nek. Fordította Guernica. És a szekszárdi csapat becsületére legyen mondva, az utolsó negyedben Erika McCall főszereplésével gyógyírként a kiesésre 79-75-re meg tudták nyerni a meccset egy igen komoly játékerőt képviselő külföldi csapat ellen. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Egekben a balatoni ingatlanárak, az otthonteremtési kedvezmények is növelik a keresletet. Víz és áramellátás, utaztatás,
A Dunastrand teljes körű felújítását támogatja Mohács alpolgármestere. Pécsi Cirfandi esték, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója volt a vendég. Tovább drágulnak a balatoni ingatlanok. A statisztikai adatok szerint az árnövekedés elsősorban a Közép-Dunántúlon és a Balaton déli partján jellemző, de sokan keresik a tótól távolabbi településeken található házakat is. A szakemberek szerint a családi otthonteremtési kedvezmény is hozzájárul az ingatlanárak további növekedéséhez. Ezekért a balatonparti ingatlanokért tavaly nyáron 80-90 millió forintot kellett fizetniük a vásárlóknak, a négyzetméter árak ekkor 700 ezer forint körül alakultak. Az elmúlt hetekben még tovább emelkedtek az árak, mintegy 18%-kal. A turisztikai kereslet növekedése, a második a kormány otthonteremtő programja, a harmadik pedig a budapesti ingatlanárak további magas szintje, viszont ez nem egyenlő a magas minőséggel a piaci elemeket tekintve. A vízparti társasházak kínálata jelenleg is bővül, az elmúlt 3 évben csaknem 1000 lakást adtak át Siófokon. A fronti északi terasszal rendelkező balatonparti lakások négyzetméter ára 1 millió forintba kerül jelenleg. Érdekesség, hogy a mély garázsok ára is így növekedett. Sokan keresnek házat és lakást is, mondja a szakember. Mindkét szegmensben magas a kereslet, van, aki nem szeretne felújítással bíbelődni, de van, akit nem rémít meg némi burkolatcsere sem. Pénztárca függő, nyilván mindenki a legközelebb szeretne ingatlan találni a Balatonhoz. Általában a legkeresettebb kategóriát a 20 és 30 millió forint között mozgó nyaralók és lakások képzik. Érezhető a csok hatása is, amely arra motiválja a tulajdonosokat, hogy az eladni kívánt ingatlanokat túlárazzák, ami növeli az alku mértékét az érintett balatonparti településeken. Főleg a Balatontól második településeken okoz áremelkedést, a tulajdonosok felbátorodva a csokat a lehetőségeken jól árazzák be az ingatlanaikat, de sok esetben az alkumértéket is növeli, mert nem találkoznak az ő elképzeléseik a valós piaci értékkel. A szakemberek szerint februárban és márciusban további áremelkedés lesz, hiszen sokan ekkor vásárolnak balatonparti ingatlant. Áprilisig kell dönteniük a szülőknek leendő elsős gyermekeik beiskolázásáról. Sokan a tanító személye miatt választják az adott intézményt, de az iskola specifikuma is meghatározó lehet. Legyen szó például zenei, idegennyelvi képzésről vagy sporttagozatról. A legfontosabb az iskola választásnál, hogy ott a gyermek jól érezze magát. Ehhez meghatározó személy a tanító, mondja a szakember. A szülők általában, amit megfigyelnek, hogy a tanítónéni mennyire barátságos, hogyan halad, milyen tempót diktál, milyen attitűdje van, mi az, talán mondhatom így, az értékrendje. Ezeket azért a szülők körbe szokták járni. A szülők ismerik a saját gyerekeiket, megnézik azt, hogy az ő gyerekeikhez talán melyik személyiség lenne a passzoló, melyik pedagógus elfogadóbb az olyan gyerekekkel, mint például az övé, ha egy kicsit elevenebb, vagy egy kicsit szorongóbb. Az iskola választás komoly döntés, mondja szakember. Éppen ezért érdemes az intézmények nyílt napjára a leendő elsőst is elvinni, hiszen nem mindegy, hogy a gyermeknek milyenek az első benyomásai. Ma már egyre több szülő tudatosan készül az iskola választásra, éppen ezért sokan már egy évvel korábban megkezdik a gyermekek fejlesztését, iskolára hangolását szakemberek segítségével. Szeretjük megismerni a gyerekeket, és hogyha a szülők tanácsért fordulnak hozzánk, akkor átbeszéljük velük, hogy talán milyen típusú iskola, mit látunk a gyermeknél, mely képességeiben erős, hol kell egy kicsit majd jobban figyelni, több támogatást adni. Ebben mindenféleképpen tudunk segíteni. Fontos a szakember szerint, hogy az iskola választás és az iskola kezdés pozitív élmény legyen a kisgyerekek számára. Ebben a szülők tudnak a legtöbbet segíteni a kisdiákoknak. A víz és áramellátás kiépítése, az utazás kényelmesítétele és még számos más feladatot kell elvégezni a Dunastrandon, mondta stábunknak Mohács alpolgármestere. Pávkovics Gábor a közelmúltban tett javaslatot arra, hogy az önkormányzat támogassa az egyébként magánkézben üzemeltetett fürdő teljes körű felújítását. Cél, hogy a strand a régió legjobban felszerelt partszakaszai közé tartozzon.
A mohácsiak számára ismerős lehet ez a látkép. A Dunastrand nyaranta rengeteg fürdőzni vágyót látott vendégül. Már azonban a partszakasz nem felel meg a modern kor követelményeinek. A strand üzemeltetési joga magánkézben van, jelenleg csak az ivóvízellátás biztosított. Mohács alpolgármestere szerint a szükséges infrastruktúra kiépítését támogatnia kell az önkormányzatnak. Elsősorban a víz és az áramellátást szeretnénk kialakítani. Gyakorlatilag meg kell, hogy újuljon a partszakasznak a tisztasága, a rendje, a homoktöltéseknek a minősége gyakorlatilag, és ezen kívül pedig ki kell találjuk, és ezt jól kell organizálni, hogy a fürdőző közönség hogy jut át a Duna másik partjára is vissza. Ezt biztonságosan és jó módon, olcsó módon kell majd biztosítanunk a fürdőző közönségnek. A beruházás támogatása elősegíti, hogy a strand a régió legjobban felszerelt partszakaszai közé emelkedjen. Ehhez pedig komplex, egymásra épülő szolgáltatásokat kell létrehozni, tette hozzá Pávkovics Gábor. Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója, az 1989-es NDK-s menekült hullám ellátását megszervező plébánia akkori vezetője volt a vendége a legutóbbi pécsi cirkandi estéknek. A pécsi polgári szalon által szervezett rendezvénysorozat az idei évadban a rendszerváltás 30. évfordulója kapcsán olyan vendégeket hív meg, akik jelentős szerepet töltöttek be a történelmi esemény során. A rendezvénynek Pécsett a püspöki magtár adott otthont. 1989 nyarán sok tízezer kelet-német turistát engedtek át a magyar határon, azért, hogy Ausztrián keresztül kimehessenek nyugat-német rokonaikhoz. Az, hogy ebből a helyzetből nem lett szociális katasztrófa, nem terjedt el fertőzés, járvány, ez mind Kozma Imre atyának, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítójának köszönhető, ugyanis szociális védőhálót épített fel a menekültek számára 30 évvel ezelőtt a zugligeti plébánián. Ezek mindig azért fontosak, mert ezek olyan feladatokról szólnak, amit nem az ember talál ki. Ezt az élet hozza, ezt az Isten hozza. És ez azért fontos, mert ezekben a helyzetekben derül ki az, hogy az ember mire képes. Tudnék, ha ilyen helyzetekben nem megyünk bele, akkor nem tudom én soha meg, hogy én mit tudok megtenni. Ez az egyik. A másik, csak ezekben a helyzetekben tudom meg azt, hogy egy embernek mire van szüksége. Hoppál Péter, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke, a cirkfándi esték moderátora elmondta, Kozma Imre atya a menekült hullám ellátásának megszervezésével segítette Magyarországot abban, hogy hozzájárulhasson a német újraegyesítéshez. Nem szabad elfelejtenünk büszkének lenni, hogy 30 évvel ezelőtt ilyen embereken múlt ugyan, akit szorongatott a korabeli diktatúra, aki hetente járt be kihallgatásokra az államegyházügyi hivatalba, aki a kádári puha diktatúra idején is megfigyelt ember volt, és lehallgatott és vallatott ember volt, de mégis mindig dacolt a hatalommal, és mindig kitartott az elvei és az általa iránymutatásként fontosnak tartott biblikus üzenetek mellett. A harmadik évadát élő pécsi cirkfándi esték rendezvény idei témaköre a rendszerváltás 30. évfordulója. Ezért a szervező pécsi polgári szalon olyan vendégeket hív, akik személyesen megélt politikai közéleti élményeiket mondják el a pécsi közönségnek, Hoppál Péter beszélgető társaként. A legutóbbi estnek a pécsi püspöki magtár adott otthont. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt ma a híradó. Gázrobbanás Bonyhádon, egy apa sérült meg a detonációban. Pénzügyi bizottság, több millió forinttal nőtt a szexárdi intézmények támogatási igénye. Madárinfluenza, egyre nagyobb károkat okoznak a nemzetközi tiltások. Projektzáró, közel 200 programot valósítottak meg Zombán. Pénteken erős, olykor viharos lökésekkel is kísért nyugatias szél fúj majd. Borongós idő lesz jellemző, de említést érdemlő mennyiségű csapadék nem várható a térségben. Az éjszakos átlagnál jóval enyhébb időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami örök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!